Oktoberu Dalaszu címmel jelent meg az ubecsei származású Milivoj Mirics könyve, amelyet a Városi Múzeumban mutattak be a helyi közönségnek, ahol a szerző Egyesült Államok beli tartózkodása idején készült festmények fényképeit is kiállították. Ez nagyon régen volt, emlékszik vissza a szerző felesége Milica Mirics festő és költő, amikor Milivoj 1982. október 12-e és 7-e között részt vett a Görögország, Olaszország és Jugoszlávia kulturális napjai rendezvényen, ahol ő volt az egyetlen résztvevő és országunk képviselője Dallasban. Ez a nap különösen fontos, hiszen erre a könyvre 42 évet vártunk, amely nemrég látta meg a napvilágot. Ezért mit is mondhatnék mást, mint azt, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Ez tehát egy rendkívül fontos nap a mi életünkben, különösen az övében. Ez az életünk egy része, mert ő volt az egyetlen képviselő a Görögország, Olaszország és Jugoszlávia kulturális napjai rendezvényen 1982-ben, és erről naplót vezetett, amit később feldolgozott és könyvet írt belőle. 13 évig volt ez a könyv a nyomdában. Már azt hittem, hogy elveszett, hogy még a nyomát sem fogjuk megtalálni. De szerencsére egy kiváló nyomdászunk van, aki megőrizte a kéziratot, és így megszülethetett a könyv. Amerikai tartózkodása alatt Milivoj Mirics 11 művet festett, és mind ott maradt. Mindazonáltal a fényképeknek köszönhetően a látogatók benyomást kaphattak az akkori munkásságáról, amely magában a könyvben is alaposan le van írva, valamint a szerző benyomásairól a rendezvényre indulás előtt, annak időtartama alatt és a hazatérés után a szülőföldre. Ezek olyan események, amelyeket közvetlenül az elutazása előtt írt, így az egész ott tartózkodásról és hazajövetelről minden le van írva, de sok minden kiolvasható a sorok között is. A tartalom különlegesen kiváló és a festői munkájáról szól, egy ismeretlen, idegen és hideg helyről, amilyen természetesen Dallas. Egy ismert bevásárlóközpontról, amely a színes kivilágítása mellett mégis hideg, mert nincs meg az a meleg hangulata, amilyent ő megszokott a mi környezetünkben, a mi házunkban, a mi országunkban, úgyhogy mindenről jegyzetelt, mindent leírt. Ezért remélem, hogy felkelti majd az olvasók figyelmét, és hogy érdeklődnek majd a könyv iránt. Ha más nem, megmarad az utódainknak, akik miatt ezt a könyvet elsősorban megírta, és akik miatt ott tartózkodott, és ez a legfontosabb. Ennek a régi vágynak a teljesülése után a Mirics család folytatja a művészi tevékenységét. Bár beteg, Milivoj továbbra is minden nap fest, nagy és kis formátumban. Milica pedig életrajzi könyvet ír, amelyhez férje közel 40 illusztrációt készített. Emellett Milivoj egy másik alkotása is készül, amely a Dalekoi Spod Urála címet viseli.